Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék. Minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a gyereknek, nyílnék én a lánynak. A fiatalok közül sokan azt gondolhatják, hogy az imént elhangzott gyönyörű ballada egy népdal. Az idősebb generáció viszont tudja, hogy a dal egy legendás magyar zenekar, az Illés Együttes szerzeménye. Az IA formációi, akik a magyar beat zene képviselői, és akik idén 50 évesek. De hogy honnan is indult a legenda? Hát ez túl rövid az élet, hogy elmeséljem. De az a helyzet, hogy a 60-as évek furcsa lázadó hangulatának azért ez az új műfaj, akkoriban beat zenének nevezték. Ez volt az emblematikus kifejező eszköze. Akkor jelentek meg a lemezek, a hangrögzítés forradalma, az elektromos gitárok hangja. Mind olyan volt, mintha egy új világ eljövetelét hirdette volna. És az új generációk, az új nemzedékek erre kapcsolódva rá eszmélkedtek, és képzelték el a jövőt másmilyennek, mint amilyen éppen volt. Tehát maga a zene minden gesztusával és minden körülményével együtt egy lázadó jelenség volt, és mi ott álltunk a színpadon, és abban a helyzetben voltunk, hogy ez a zene, amelyik nem Magyarországon született, egy elsősorban angol szász gyökerekből táplálkozott, de kétségkívül lassan az első globális, kulturális nyelvé kezdett alakulni. Mi kaptuk meg a sorstól azt a feladatot, hogy ezt beillesszük a magyar kultúra keretei közé. Mi írtuk meg az első magyar nyelvű rockdalok szövegeit, és ezek a megszületésük pillanatában már nagyon erősek, hatásosak voltak, és nagyon keményen ütöttek, mert másképp szóltak, mint az addigi dalok. Egy új generáció életérzése és gondolatai szűrődtek át belőle, vagy szinte akaratom ellenére, mert nem tudatosan írtam, de hát én is ennek a nemzedéknek a tagja voltam. És hát ilyen módon természetesen csak hamar konfliktusba kerültünk az állami rendfenntartó közegekkel, és sokféle balhénk volt. De úgy tűnik, hogy végül is sikerült elfogadtatni ezt a műfajt Magyarországon, és ezzel a most évvégi ünnepség sorozattal tulajdonképpen arra emlékezünk, hogy 50 évvel ezelőtt kezdődtek el azok az események, amelyek végül is a magyar nyelvű rockzene kialakulásához vezettek. Az ünnepség sorozat, amelyet a művész úr említett, nem más, mint a Beat ünnep. Az a koncertsorozat, amellyel Győr, Veszprém, illetve Debrecen népének kedveskednek a zenészek. A Civisváros számára azért is ünnep ez az esemény, mert már több mint 40 éve nem zenélt itt az Illés. Számtalan debreceni élmény jut eszembe például, csak ami itt történt velünk. Koncerten és koncerten kívül is, például amikor a Bartókban játszottunk a Aranyvikában, ott is laktunk mindig, nagyon szerettünk itt lenni. Szabadtéri színpadon a rendőrök, ahogy megpróbálták leszedni farkaskutyával a fán csücsülő fiatalt, aki onnan nézte végig a koncertet, de meg nem jött le, és a többi. Szóval iszonyú sok élmény. Hát ebből született a gondolat, hogy valahogy akkor mégiscsak erre az 50 éves kerek évfordulóra ki kéne állni. Nyilvánvaló, hogy hárman is odarakjuk, megfelelő kísérettel a háttérbe természetesen ezeket a számokat. És hát amíg én bírom torokkal, addig még talán én is jól érzem magam a színpadon. A megfelelő kíséret nem más, mint több ismert fiatal énekes közreműködése. Fellép ugyanis decemberben a Phoenix csarnokban az Illés mellett többek közt az Iván and the Parazol, az Anna and the Barbies, és Feke Pál is. Valahol az ígéret földje vár, veled talán elérhetem. Itt most az a különleges ebben a koncertben, hogy egyrészt megtisztelve érzik magukat ezek a fiatal zenekarok,
hogy följöhetnek erre a színpadra a saját maguk által elképzett hangzású illés számokkal. És ez rendkívül izgalmas, én se tudom melyiket, mi majd itt fogom először hallani, vagy az első próbán, vagy nem tudom én mi, de már volt erre példa, tehát megjelent egy CD évekkel korábban az illés zenekar számaival különböző zenekarok és előadók, még a Pajabeja is rajta volt ezen a CD-n, valamelyik nótánkkal, nem tudom most pontosan. Tehát, és ennek azért lehet örülni, mert igazán klasszikussá, és az a különleges helyzet adatott meg nekünk, hogy még életünkben érezhetjük azt, hogy az utódok visszhangozzák a mi múltunkat, és a mi zenénket, és nem tudom én mi. Ezt teszik klasszikussá végül is, amikor az utódok is játsszák. És még egyszer mondom, volt egy nagyon aranyos történet, amikor az Illés Metró meg a koncert után egy régi klubos hölgyel találkoztam, aki elpanaszolta, hogy elvált, és nagyon ezért volt minden, és akkor előre furakodott a Népstadion színpad elé. Előre furakodott, és hát meglepetésére csupa ilyen tini csajot, visongott, meg nem tudom mi körülötte, de aztán egy idő után föloldotta magát, mert azt mondja, fújták a nótákat, mint a csuda. Aztán az egyik szünetben, akkor úgymond meséli, hogy úgy fölsikoltott a színpadra, hogy Levi, ezek ledermedtek, ránéztek, és melyik a Levi? Na, ezzel a példával tudom illusztrálni azt, hogy nem az a lényeg, hogy melyik a Levi, hanem a nóták jók, kész. Hogy mennyire jók az Illés nóták, az Debrecen polgármestere Papp László is elismeri. Élőben nem volt szerencsém természetesen az Illés zenekar tagjait látni, koncertezni, hiszen 1973-ban oszlott fel a zenekar, az egy évvel van az én születésem után. Úgyhogy nekem is óriási élmény lesz Debrecenben a zenekar élő tagjait együtt látni, Szörényi Leventét, Szörényi Szabolcsot és Bródi Jánost. De természetesen, mivel olyan zenei teljesítmény van a zenekar mögött, amely generációkon átívelő, ezért az én gyermekkoromnak, az én fiatal koromnak és ifjúkoromnak is szerves része volt az Illés zenekar és zenéje. Illetve természetesen az István a király, amely Szörényi Leventéhez és Bródi Jánoshoz kötődik jelentős részben, abszolút meghatározója volt és formálója volt az én zenei világomnak is. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy vajon Bródi János zenészként, illetve dalszerzőként mennyire követi a mai magyar előadók munkásságát, és vajon mit gondolhat róluk? Hát én elég sokat ismerek, bár nem a tévén keresztül figyelem a műfaj alakulását, szívesebben járok kis klubokba, ahol alternatív együttesek próbálgatják a szárnyaikat, mert azt gondolom, hogy az igazán jelentős produkciók azok inkább az úgynevezett alternatív körzetekből, tehát ahol nem a médiának dolgoznak a fiatal alkotók és művészek, hanem valahogy önmagukat akarják kifejezni. És nagyon örülök, hogyha találok egy-két olyan zenészt, alkotót, olyan produkciót, amit én úgy magamnak felfedezek, és különös öröm számomra, hogyha aztán azt tapasztalom, hogy egy kis idő után a nagy közönség is felfedezi magának ugyanezeket. Ez már úgy többször előfordult. Nagyon sok tehetséges zenész él ma Magyarországon. A zene és a koncertek mellett természetesen a családról is beszélgettünk a művészekkel. Szörényi Levente az unokájáról és muzikalitásáról is mesélt egy kedves történetet. Az a egyetlen csengő hang, amikor hívnak engem, hogy meghallok bármilyen zajban. Ez pedig a még 3 éves Szellő unokám, aki a karácsonyfa előtt az Éj királynője áriáját énekli Kristán Tisztán. Ám most erre nem tudom, még most is rögök, mert valami elképesztő teljesítmény. Erre ilyen felszabadulta, elnevettem a végén, de az már nincs rajta a csengő hangon, hanem a videón. Mit rögsz? Mondja nekem a kis taknyos, hogy mit rögsz? Hát mondom, örülök, hát mit rögsz, hát örülök. Na, hát ennyit a muzikalitásról.